Na sziasztok, itt vagyunk ismét a Sims 3 utazó búvár életébe, aki most alszik, de szerintem már kialudta magát, úgyhogy... Ja, igen. Úgy akarom forgatni, mint a Sims 4-et, úgyhogy egy kicsit hozzá kell szokjak még. Hát, tegyen ilyen reggelit. Szerintem... Most visszamegy aludni? Harapjon zakpejet. Igen, akart még aludni. Dehogy aludj, hát menjél. Enni. Utána ugye az az küldetésünk, hogy 4 darab türkiz drága követ kell megszereznünk. És ha utána végzett, akkor el fogom hozni a mosdóba. Mielőtt elindítom egy küldetésre, ugye van nála, ha jól emlékszem, az inventoriában vannak még dolgok, ilyen, mint hogy tusolni tud, enni tud. Illetve fényképpen, igen, vannak itten, úgyhogy jól van. Van sátra is, úgyhogy nagyszerű. Hú, de remélem nem tette ki a sátrát. Most ez jutott eszembe, az előbb ugye a sátról is volt, hogy a saját sátrát azt nem tette ki, remélem. Fülembe hallom, hogy valaki horkol. A Sims-be. Nem tudom, miért bagul ugye a játékom. Eredeti a játékom. De valamikor, én nem tudom, valamikor ezt csinálja, valamikor így. És most, tehát ezzel nem is játszottam vele már egy jó ideje, mert fedegelte ezzel, hogy állandóan ezt csinálta, és most is csinálja. És nem tudok rájönni, hogy miért. Nyilván valaki azt mondja, hogy egyedi tartalmaktól, hát nyilván attól is bagolhat a játék, de hát annyiszor volt már benne egyedi tartalom, meg tényleg szinte csak azokkal játszok, vagy hát az is benne van, és nem bagolt. Tehát akkor nem bagolt. Az előző részeket, amiket felvettem, szintén nem volt bagolás, nagyon egyáltalán szinte. Most meg így folyamatosan. De gyanítom én, hogy itt a... Nem a játékkal van gond. Detektív akar lenni, egy ültető lehetett, akkor most ezt az edzést ezt kiiktatom, mert szerintem most az edzés kell a legkevésbé neki. A felpumpálnia magát sem kell. Ugye voltunk már felfedezni, felfedező úton, egy, itt nem messze a lakóhelytől egy kriptát, vagy hogy is mondják ezt, hát nem is tudom, de mindegy, és akkor azt felfedeztük, azt hittem, hogy visszamegy a WC-re, minek? Jó, remélem, hogy menet közben meggyógyul a játék. Jó, akkor visszalassítom, és amíg belassul, addig megnézem a városba, hogy hol lehet ilyen köveket találni, ami kell nekünk. Nem mindig mutatja egyébként. Itt azt hiszem, hogy errefele láttam egyet, még amikor lefeküdtünk aludni, vagy lefektettük a Simet aludni. Ott valahol mutatott egy ilyen követ. Aha.
Kettő is van. Szuper, akkor ott az egyik. Így van, most idehozott, nyilván, és akkor ott az egyik kő, amit a színemnek ide kell, hogy jöjjön, és utána ott lesz a másik, megint aludni akart. Ó, Istenem, de komolyan. Álomszuszék egy szimán van, ez tuti. Jó. Szerintem ezt így ki is iktatom, én nem szeretem, hogyha ez a panel itt van előttem. Játék közben sem. Felvételkor meg aztán végképp nem. Ó, szépek. Amúgy olyan szépen megcsálták ezt a várost, annyira sajnálom, hogy így most egy kicsit akadozik ez az egész. De amúgy tök jó, hogy van egy Vespája, mert addig mindig futott, és mindig elfáradt, megéhezett, megizzadt, fürödnie kellett. Nyilván most is fog futni, de most nem annyit. Hát ezek a pálmafák is, ahogy ezt megcsinálták, hát le a kalappal, de komolyan, mi van ott? Ott mi van? Itt valami ásatásos dolog van egyébként szerintem. Vagy csak dísz? Nem, ki lehet ásni egyébként. Amúgy olyan jó a Sims 3, tehát hogy így sokkal több mindent föl lehet fedezni. Közben adódnak dolgok, nyilván, mint ez az ásatás. Vannak, lehet virágokat szedni is. Jó, tehát megtaláltuk az első türkiszünket, a türkiszágakövünket. És megnézzük, hogy hol van még, esetleg ott van egy, akkor még azt is. Ezt is megnézzük. Mindjárt gyűjtse be. Jó. És akkor utána, hát mindjárt szétnézzünk, hogy van-e még máshol, de ugye négyet kell beszereznünk, ebből a négyből kettő megvan. Ott látok egyet, igen. Ott van egy. Akkor ezt is begyűjtjük. Jó, akkor így már három lesz. Ó, de szép ez a víz. Annyira gyönyörű, nézzétek meg, annyira csodálatos, ahogy a víz, ahogy hullámzik a fűvel. Tehát én ezt nem tudom, ezt tökéletesen jól megcsinálták. A halacskák, ahogy ott úszkálnak, szóval itt tök jó. Egyébként van itt valamilyen épület, amit látom, és ott van egy ágy. Aha, szóval tud menni aludni. Hát akkor aludjon szerintem, mert most úgy is fáradt. Ugye a kettő türkiszt már begyűjtött, a másodikat ugye nem láttuk, mert addig itt bukláztunk. Akkor van még egy, azt is mindjárt begyűjti, így, és akkor itt pont itt van az ágy, úgyhogy mindjárt oda megy az ágyhoz. Egy kicsit fel van gyorsítva, mindjárt lejjebb veszem, hogy ne legyen ennyire gyors. Jó. Egy kicsit pihenni, tehát remélem be tud menni, nem tudom egyébként, de szerintem nem magánterület, hanem be tud. Tehát be tud menni, akkor nem magánterület, akkor ez egy ilyen pihenőhelyiség valószínűleg. Hát, ha itt jobban ki tudja magát aludni, mint a sátorban, mert a sátorban az nem olyan kényelmes, nyilván. Megnézzük így, ne? Ah, be is feküdt az ágyba, teljesen jó. Úgy látom, van még ott egy. Még tud enni is. Tehát van valami tűzhely talán, nem? De tűzhely, igen. Tehát, hogyha akarna, akkor tudna itt enni is. Na, nagyon jó. Egyébként ezt még nem vettem észre. És azt ott eszembe majd, hogy lehet, hogy el kéne mennünk a piacra, mert a piacról, ha nem találunk többet, mi ezt szétnézzünk, hogy van-e még türkisz, hogyha nincs, akkor elmegyünk a piacra, és ott veszünk türkiszt. Néha lehet venni, nem mindig, de néha lehet, és akkor be tudjuk gyűjteni, de úgy látom, hogy hát én nem látok itt egyáltalán most. Aha, hát nem, nincs. Nincs. Igen, valamikor este szokott látszódni, most ugye nappal van, nem találunk, nem látok. Hát nincs, hát akkor most mit csinál? Mit csinál? Fogadjuk! Lemertem volna fogadni, hogy... Jaj, már megint kígyót bűvöl. Mióta ezt megvette, ez a csaj, ezóta ezt a kígyót bűvöli esküszöm.
Na, meg még meg is betegedett. Hát ez csodálatos lett. Jó, akkor ezt ide kikapcsoljuk, és akkor jobban jár, hogyha elmegyünk inkább türkiszt keresni, vagy legalábbis a piacra is megvesszük azt a türkiszt. Szerintem nem éhes, most van az inventoriában még étel, van még inkább onnan eszünk. Azért nem azt tettek, mert az mire megcsinálja, kiszedi, megmelegíti, vagy ha nem is, inkább megeszi ezt. Próbáljuk ki a hagymát, a gránátalmát és a citromot, meglátjuk, hogy ezek mit fognak adni hozzá. Szerintem, nincs. Látjátok, akármennyire szétnézek, de szépek azok a piramisok, akármennyire nézelődöm, nincsen. Úgyhogy akkor csak a piacra kell menni, nem, nincs, nincs. Nincs több türkisz, drága kő, úgyhogy még erre is, nem, nem. Itt sincs, itt megint a piramisok, hát ez szép. Itt is átnézem még egyszer, de nem látok ittem. Ott a Sphinx, majd oda is elmegyünk, legközelebb. Már most szerintem nem, mert lassan véget ér. Akkor marad a piac, menjünk a piacra, és akkor beszerezzük ott a maradék bacillus gazda. Hát igen, egy nagy bacillus gazda most. Hát hol is tudna megfázni, mint itt. Egyébként majd ezt a Zsuzsi nevet át akarom neki változtatni. Másmiért adok, majd valamilyen búvárkodósabb, kalózosabb nevet szeretnék neki választani. Ó, de jó, hogy van ez a veszpája, ez szuper. Ez egy gyorsabban halad, meg különben leizzadna. Jaj, de jó, szuper. Kicsit leállítom, hogy lássuk már ezzel a kis veszpával. Pedig még nem is voltunk Franciaországban. Mert ott szoktak venni ilyen veszpát. Ó, annyira szép, nézzétek meg, ahogy ott a völgyek között a nap, ahogy ott az a hő áramlik. Hát még ezt is annyira fantasztikusan megcsinálták, tök jó. Na de térjünk vissza a mi kis szereplőnk, ez annyira szép, annyira sajnálom, hogy picit bagol a játék, nem nagyon, de egy picit. Nagyon szép, szép ez a híd. Tök jó. Jó, akkor most megkeressük, ugye, valamelyik kereskedőnél van a türkisz, talán a vegyes kereskedőnél, de nem vagyok benne biztos. De majd mindjárt megnézzük, hogy hol van. Jó. Mindjárt megnézzük. Ez is, ezt a piacot is egyébként nagyon jól megcsinálták. Itt mindent be lehet szerezni. Tudunk könyvet olvasni. Ott a különleges kereskedő, onnan is, őtőle is tudunk egy-két dolgot beszerezni. Mindjárt a vegyes kereskedő. Vásároljon tárgyakat, igen. Közben megnézhetnénk ezt a különleges kereskedőt is, hogy tudunk-e nála valamit, nála is vásárolunk dolgokat, hogy tudunk-e nála valamit vásárolni, mert bizony valamikor igen hasznos dolgokat árul, csak ahhoz bizonyos vízumpontnak vagy. Nem is tudom, minek kell meglenni. Lehet, hogy ősi érdemet kell megszereznünk. Na, meglátjuk, hogy itt van-e türkisz, amit keresünk, fokhagymás lehellet, hát igen, megettük a fokhagymát. De utána megettük a citromot, akkor nem lehet citromos lehellet? Ja igen, a haját majd megváltoztatjuk, mert a haja sem tetszik már most. Hát kespárt nem veszünk, hát akkor itt nincsen szerencsénk. Itt a vegyes kereskedőnél bizonyos dolgok vannak, de nem olyan, amit mi szeretnénk. Jó, akkor megnézzük ezt a különleges kereskedőt, meg közben megnézzük, hogy ott ő mit árul, ő rá is vásároljon dolgokat, igen. Közben elmegy a hangom, akkor vásárolunk egy pár könyvet is. Jó. Na, tessék, valaki szerelmes lett bele, de hogy... nincs semmi. Sajnos nem tudunk semmit vásárolni, minden le van tiltva, mert hát... Jó. És azt ott eszembe, hogy majd ezen a képminőségen még próbálok javítani, de nem könnyű.
Ezt hozzáteszem, a legnehezebb a Sims 3-at megvágni és a képminőséget helyrehozni. Sims 4-jel így nincs baj. Na nézzük. Mit kiabál? Hallottátok? Jó. Ah, ez lesz az, ez lesz az. Itt rész, kvarc, minden van. Akkor itt kell alabástrom. Jó. Akkor itt kell lenni, mindjárt megnézzük. Ott is van türkisz. Három darab türkisz van. Megvesszük mind a hármat. Azért vesszük meg, mert legyen nálunk. És akkor nem vásárolunk most jelenleg könyveket, azt majd legközelebb, hanem inkább leszállítjuk a drága követ. Mert megint elkezdett bagolni a játék. Na. Futás. Magas sarkúban. Fut. Magas sarkú, meg ruhába. Elég mokásan néz ki. Majd a ruhatárát is ki fogom cserélni. Ez biztos. Na, akkor megérkeztünk, akihez le kell szállítsuk a drága köveket. Na, szevasz, itt a drága kő. Meghoztuk. Mi a fizetség? Vízumpontok? Esetleg? Szóval megnéztem, hogy egész jó állunk. Jaj, a beszélgess a morgulokokról Egyiptomban. Na hát, vízumpontért. Na jól van, egyefele. Amúgy elmondanám, meg ősi érméket is kapunk, elmondanám, hogy nem könnyű a morgulokról beszélgetni három egyiptomival, ugyanis mindenkivel őt vele esetleg, nem? Na jó, próbáljuk meg vele. Tehát, hogy ő vele jó barátságban kell lenni. Ezt meg csak a pénzre gondol. Hát fantasztikus egy ember. Na, lesz valami? Hello. Ugye, ahhoz, hogy elárulják nekünk ezt a Merkurokról, Merkukopról, vagy nem is tudom kimondani, hogy egyébként a fogalmak sincs, hogy ez micsoda, hogy arról mondjanak valamit, tehát hogy barátságba kell. És nézd meg, bemegy. Ezt nem hiszem el, de komolyan. Pofátlanul bemegy. Jó van. Akkor szavasz, akkor keresünk mást, jó? Akkor nézzük Tunian Barakat. Jó, akkor próbáljuk meg vele barátságos lenni. Egyébként pont most néztem oldalt, hogy lejjebb ezt, hogy legyen ennyire gyors, hogy haza szeretne menni a szívem, hogy arra fog vágyni, hogy hazamenjem. Igen, hazatérni. Tetováltatni magát, hát azt nem fogja. Azt tuti. Van már rajta tetoválás, nem kell több. Kisikszeltem, hogy még véletlenül, és a hazatérést azt nyilván, igen. Na, annak meg pisilnie kell. Fantasztikus. Jó. Bocsánat, megint bagol a játék. Játszon a homokba. Hát, a nőre... Linkeltem, jó. Hagyjon neki pacsit. Hát... Lehet, hogy még vele barátságosak. Hát mondjuk, nem is tudom. Pókolja a lakásának, bár nem is láttuk a lakását, de hát az nem baj. Akkor vitasson meg kalandokat. És akkor... Hoppá. Akkor szerintem... Lassan megkérdezhetnénk, hát ha elmond valamit. Egyébként látni fogjuk, hogyha... Ugye egyből egyes lesz alul. Hogyha meg nem fog elárulni, akkor... ingatja majd a fejét, hogy nem. Ha jól emlékszem. Aztán meglátjuk, hogy így lesz-e, vagy nem. Na. Na, most már jobban vannak, most már hátha. Elmondál nekünk, hogy mi a titok? Ja, ingatta a fejét, ha jól láttam. Nem mondta el. Ugyanis után változott egyesre. Még egyet, legyünk viccesek vele.
És mindjárt itt hagy, mert álmos, komolyan. Jó, mutasson macskás videókat. És akkor most hát, hogyha megtudjuk, hogy mi lesz ezzel a... Kicsit felgyorsítjuk, mert ez elég lassan megy. Annyira szépek az árnyékok. Na szevasz, te meg itten mászkálsz. Na és mondom, itt hagy, és nézzétek meg, itt hagyod. Hát ezért mondom, hogy olyan pofátlanság, nem egy egyszerű dolog, de mi végre fogjuk hajtani, haza akar menni. Jó, akkor szerintem hazamegyünk, és itt lesz vége. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a következő részben. Sziasztok!